Jelenleg még csak sétányként üzemel a városi strand, bárki szabadon beléphet a területre. A tervek szerint még az idei évben új beléptetőrendszer telepíthetnek ide. A város mindhárom strandját fejleszteni kívánja a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatának segítségével. Új wifi rendszert szeretnének kiépíteni, napvitorlákat telepítenének és vízilabdapályát is létesítenének. A pályázati kiírás már megjelent, összesen 107 millió forintos összköltségvetéssel nyújtja be igényét a három strandra az üzemeltető Vüsz Kft. Szeretnénk családbarát szolgáltatásokkal bővíteni a strandjaink szolgáltatását, szeretnénk a strandra látogatók számát növelni, és az alapvető infrastruktúrális szolgáltatásokat is bővíteni. A partra vetett hordalékot takarítják a libás strandon. Az üzemeltető folyamatosan végzi a fürdőhelyek karbantartását. 26 platán, kőris és fűzfát is ültettek. Zajlanak a fűnyírások és megtisztítják a homokozókat is. A strand vitorlás kikötő felőli nyugati oldala a családok által leginkább kedvelt rész. Ide egy új vizes blokkot terveznek építeni. Keszthelyt is beleértve a pályázatokra 56 balatonparti település adhatja be igényét az elkövetkező két hétben. A Magyar Turisztikai Ügynökség olyan beruházásokat támogat, amelyek a strandok bevételének növekedését is eredményezik. A fejlesztéseket még az idén be kell fejezni, a kisebb volumenű munkák már az idén nyára elkészülhetnek. A nagyobb beruházásokat, például az építkezéseket viszont vélhetően csak a strandszezon után tudják megvalósítani.